Mézes kalács, forró csoki és fenyőillat lengte be a bátaszéki művelődési házat, ahova karácsonyváró rendezvényre hívták a református közösséget és a környékbeli érdeklődőket. Míg az asztaloknál mézes kalács díszítés, adventi koszorú készítés és pásztorbot faragás várta a kézműveskedni vágyókat, addig a színpadon az ünnepi műsor, a szép versek és a közös éneklés gondoskodott a hangulatról. Nagyon színes lesz a program, és én annak is örülök, hogy igazából ezt közösen raktuk össze, és mindenféle olyan ötlet van, ami lefed sok-sok korosztályt, ami érdekelheti őket. Lehet mézes kalácsot díszíteni, lehet különféle kézmes programokon részt venni, többféle asztalnál lehet olyan dolgokat készíteni, amit majd hazaviszünk, és tényleg ilyen hangulatosabbá tudja tenni az ünnepünket. Illetve az ifjúsági zenekar, akik már tényleg évek óta csak növekszik a létszámuk, gyönyörű zenével fogják ezt az alkalmat még ünnepivé tenni számunkra. Gyerekek, felnőttek is fognak szerepelni. Úgyhogy tényleg így szerintem minden azt fogja szolgálni, hogy a karácsonyra lélekben is tudjunk készülni. A világ nagyon sokféleképpen válaszol a karácsonyra, de azért van egy közös dolog, hogy vágyják azt a valódi, szeretetteljes, személyes, családias, közösségi légkört. Keresi, hogy ezt hogy tudják egymás felé kifejezni, ajándékokkal is, és ezentúl. De a karácsonynak a legmélyebb üzenete arról szól, hogy ki az, aki eljött, hogy ez a valóságos igényünk, hogy ne idegenek legyünk egymásnak, hanem személyes kapcsolatban, az született meg karácsonykor. És hát erre föl kell készülni, hogy eljön az ünnep, és ő az Úr Jézus nem azért jött, hogy kisbaba maradjon, hanem egy küldetéssel jött, és azt a kereszten el is mondta, hogy elvégeztetett. Elvégezte azt a munkát, ami az ember maga nem tudott. Amit elveszítettünk, az örök életet, a bűneinkkel nem tudunk mit kezdeni, azt ő vette. Ő adta vissza, és illetve ő adott bűnbocsánatot nekünk, vagy rajta keresztül kapunk Istentől bűnbocsánatot. És a karácsony az fölkészít minket húsvétra, pünkösdre, pünkös pedig az, hogy ez személyessé lesz, hogy az Isten annyira közel jön, hogy a lelkét adja az embernek, hogy velünk járjon, és személyesen, belülről fakadóan akarjuk követni Istent. Ne külső formák, szokásokban lássuk ezt pusztán, hanem a szívből jövően. A karácsonyváró rendezvény évek óta ezt a célt szolgálja az adventi időszakban. Nem csak az egyházi közösségek, de minden ember számára fontos az ünnepre való készülődés, a hagyományőrzés, a közösségi élmény. Programjaink soha nem csak a reformátusoknak vagy a gyülekezeti tagoknak szólnak. Legyen szó itt akár istentiszteletről, bibliaóráról, mindenkit nagyon sok szeretettel várunk ezekre az alkalmakra, még akkor is, ha néha furcsának tűnik, vagy idegennek érzi magát egy megszokott közösségbe, ugye betérve. De ugye egy gyülekezet, egy Krisztus követő gyülekezet élete az nem egy belső élet, hanem a közösségnek is az a célja, hogy az örömhírt, a jó hírt, az evangéliumot, azt megmutassa a világban is. Fontos, hogy megéljük szerintem azt, hogy közösségbe is tudunk együtt lenni úgy, hogy a szeretet az nem csak otthon működik a családban. A szeretet az közösségben is működik, akár a kézműves asztalnál tudjuk segíteni egymást, ha egymás mellé ülünk és úgy énekelünk, az már megint jelent valamit. Tulajdonképpen ennél többről nem is kell, hogy szóljon szerintem egy rendezvény vagy egy közösségi program, mint az, hogy az ember érzi, hogy jó együtt lenni. És a karácsony is erről szól, hogy Isten szeretne minket megtanítani, úgy szeretni egymást, ahogyan ő ezt elképzelte, de mi azt el se tudjuk képzelni, csak próbáljuk gyakorolni.